Szevasztok, Knobberfanok! Már nagyon-nagyon régóta ígértem azt, hogy meg fogom tuningolni a kínai számítógépemet a gépszerelés videó, AMD Ryzen processzor unboxing videókba, és már elhintettem, hogy jöhet most már lassan egy tuning teszt. Ennek az alapjaiba fogunk most belemenni, a legkönnyebb ilyen varázslón keresztüli beállításokon, azoknak a mentén fogok most haladni. Nézzük meg, hogy úgymond tényleg egy teljesen átlag user mekkora, hány százalékos teljesítmény növekedést tud elérni. Hát akkor tartsatok velem! Mielőtt még bármibe belekezdenél, föl kell menned az alaplapodnak a weboldalára, és kikeresned azt. És miután azt megtaláltad, le kell töltened hozzá a legújabb BIOS frissítést. Ez általában minden tuningolásnak az alapja. Alfája és omegája egyben. Ott, ahogy látjuk, nekem egy április 27-i BIOS a legújabb, az egy két hónapos körülbelül. Ezt én nagy lelkesen tudom is használni az én kis tuning tesztemhez. És akkor itt az ideje belépni a BIOS-ba. És egy nagyon jó kis BIOS tuningot fogunk csinálni frissítés után. Ott a deletek el, hogy belemenjünk a BIOS-ba. Sikerült a BIOS frissítés. Ott látható, hogy a 4011-es BIOS, amit előbb mutattam, képernyő felvételben megvan nekünk. Viszont érdemes minden tuningolás megkezdése előtt egy default settingset adni az egész BIOS-nak. Reset után tiszta lappal, legújabb verziószámon meg is érkeztünk. Ezt most így muszáj nektek így telefonnal fölvennem képernyőképpen, mert ugye ezt nem tudom másképp felvenni, hát OBS nem fog BIOS alul elindulni. A processzor alapból 3 GHz-en fut, még a memóriák 2400-on ketyegnek. Most próbáljunk egy ilyen balanced tuningot elvégezni, azaz egy kicsit rárakunk a procira is, és a memóriára is. Kezdjük először a memóriával. Ez az 8 tweaker kell, az a memória frekvencia lesz. És ott beállítom. Én adok neki egy 3200-at. Hivatalosan annyit tud ez az alaplap kihajtani. Most jön majd a nagy lehullás, hogy a 2400 MHz-es RAM-unkat fogjuk-e tudni 3200-on hajtani. Hogyha igen, az egy nagyon nagy durvaság lesz, mert gyakorlatilag majdnem 1 GHz-nyi teljesítmény növekedés jelent a memóriák esetében, és azért azt tudni illik, hogy a processzor igencsak tevékenyen kiveszi a memória controlling alatt a részét, tehát egy jó processzor kell ahhoz, hogy a memóriádat tudjad overclockolni. Adjunk egy kis feszkót is azért a memóriának, hogy ne szarjon be. Ez a DRAM voltage kell. Én azt mondom, hogy 1,3 voltra adjuk be. Egy 35-et is tudnék adni, de szerintem egy 1,3 is elegendő lesz számunkra. Processzort ott most lövésem sincs, hogy mennyire lőjem be, szóval én ott kicsit csalni fogok, és átmegyek egy úgynevezett easy módba. És ez az easy mód itt majd valamit csinál nekünk, egy kicsit tuningolja. Hát itt egy ilyen easy system tuninggal fogom, és berakom, hát nem power savingre, nem is normálra, hanem Asus Optimalra a teljesítményeket. Ez majd remélhetőleg egy kicsit nyomni fog nekünk a procin. Na de vissza Advanced módba. Oké, és szerintem most minden megvan. Itt a TPU így belátszik, hogy át is rakta a procit, és a memória 3-2-n ketyeg. Ideje kilépni. Save changes and reset. Oké, látszik is, hogy 3200-ra felhúztam a RAM-ot, ez a TPU, ez az Asusnak egy ilyen előre beállított proci tuning tesztje lesz majd, illetve a RAM-on egy kicsit a feszkót is meghúztam. És akkor ezt leokézzük. És már megy is a reset. Látható, hogy a processzor egy nagyon impresszív 21%-os teljesítmény növekedést ért el,
automatikus tuningolásra. Tehát én semmit nem csináltam, annyit csináltam, hogy performance-re az Asus BIOS-ban átraktam az egészet. Ez nagyon komoly növekedés, tehát ez eddig 21%. Most nézzük a RAM-okat. Most veszem föl a képernyő felvételt, itt megnyitottam egy jó kis Knobber logót, hogy láthassatok, és most van 10%-on a processzor. Tehát hogy elhihetett, hogy ez mennyire nem kotja meg neki. A diszk az mindig 100%, az valamiért az valamit a Windowsnak mindig kell csinálnia, egy kis szuperfetch, egy kis ez meg az, az persze, hogy attól be kell tojnia, na mindegy. De a memória igen, sikerült 3200 MHz-re az egész dolgot feltornázni, ami egy nagyon impresszív történet, gyakorlatilag 33%-os növekedés, míg a processzor esetében 21%-ot értünk el, ez összességében több mint 50%-os teljesítmény növekedés a processzor és alaplapnak úgymond az összeadásával, szóval ez egy nagyon impresszív, ez egy nagyon komoly dolog, és itt az ideje egy kis tuning tesztet is elvégezni. Majd az lesz itt nyilván, hogy mivel most veszem közben videóra, nem lesz akkora a teljesítmény, egy kis videóteszt. Na ez remek volt. Na. Egy jó kis 100 FPS-t így elértünk így videózás közben. De akkor nézzük a lényeget, a procit. Azt a mindenségét, ez egy 16 szálon megindult itt az egész renderelés. Azért az durva. Na, és egy 1434-es pontszámot értem most így el. Ezt úgy tette meg az egész gép, hogy közben ment a videó felvétel is. De tudjátok, mit a hitelesség kedvéért futtatok egyet így, hogy telefonról veszem. Hát, ha úgy többet ér el. Én örülnék neki. Meg is látszódik, hogy mi történik, hogyha nem csinálok screen recordot közben. Hirtelen 1602 Cinebench pontot ért el az egész. Közben még egy tesztet lefutottam, és már 1611 Cinebench-nél járunk. Lehet, hogy itt a Windows energiagazdálkodással van még probléma, ezt mindjárt megnézzük. A Windowsnak van egy ilyen energiagazdálkodási úgymond beállítása, és akkor itt megpróbáljuk high performance-ra átállítani, hát ha ez még egy kicsit dob alatba. Hát egy nagyon minimális 1-1 pontszámot sikerült így megnövelni. Még egy dolgot kipróbálhatunk, az pedig az, hogy itt az eszközkezelőben adunk neki egy kicsi kakaót. Go to details. Na megvan végre. Details. És prioritást berakjuk valós időbe. Ezt ne próbáld meg, mert ettől összeomlik a számítógéped. De most csak a teszt kedvéért. Na rám. No, hoppá, egér az már nem mozdul. Az oké. Okay. Így ennyi megállt a render. Ezt lehet nem kellett volna, ez most így csat. Csat, te csajtos tejfölös! Viszont a végeredmény, hogy még tovább nőtt így a teljesítmény, így már 1621 pontszámot sikerült elérni. A renderelés körülbelül annyiból állt, hogy elején befagyott, és a végén már a kész renderképet kaptuk te meg, tehát hogy már annyira valós időben történt ez a számítás és folyamat, hogy már nem tudott mit csinálni a rendszer vele. Gyárilag olyan 1400 pontot ér el ez a processzor, nekünk olyan durván 1621 volt a maximuma, bár akkor ott már instabilitások is voltak tapasztalhatóak. Mások is írják, hogy ilyen 1600-as pontokat értek el vele, 1627-et konkrétan 3,75-nél, én meg 3,65-nél értem el ugyanezt. És azt írják is, hogy kicsit átlag fölötti teljesítmény egy ilyesmi, hiszen az alap ilyen beállításon olyan 1400-nak kéne lennie, és azt írják, hogy 4 GHz-nél éri el az 1700 pontszámot, mi meg 1621-ig feltornáztuk, ami nagyon jó. Tehát, hogy gyakorlatilag egy 4 GHz-es teljesítmény úgymond árából egy 365-nél már kihoztunk majdnem egy olyat. Tehát ez nagyon komoly. Korábban még az unboxingnál mondtam, hogy
a kínai Ryzen processzor jobban húzható, mint a malajziai társa, és ebbe úgy néz ki, hogy valami beigazolódni látszik, mert tényleg alig 365-re húztuk fel, és már egy ilyen jó teljesítményt elértünk vele, tehát itt írták is ott fórumon, hogy above average, tehát az egész jó állapot. A RAM-okat szénné lehetett húzni 3,2-re, és a processzor meg bírja, hajtja, jó, oké, felpörög a ventilátor gyári, mert hát az ennyit tud, de még így is tök jó az eredmény. Szóval szó szerint sikerült egy erőművet össze építenem így a idők folyamán, és ennek nagyon-nagyon örülök. A proci természetesen a gearbest.com-ról van, ők egy megbízható oldal, tudom őket ajánlani. Nem mindig van jó áron, érdemes akciókat keresni, figyelni, más Ryzen procikat is árulnak, és tényleg lehet, hogy van ebbe valami, hogy jobban teljesítenek a kínaiak. Az egy érdekesség, hogy alapból a Precision Boost tudott volna 3,7 GHz-et, én meg 365-re úgymond állandósítottam rajta magát a turbót, és nagyon szép teljesítmény ez szerintem, hogy összességében mind a processzor, mind a memória összeadva több mint 50%-os teljesítmény növekedés, és mondom, mindezt gyári hűtéssel, vizárdos, varázslós beállításokon, tehát kettő kattintásos tuninggal értem el több mint 50%-ot. Na remélem tetszett nektek ez a videó, még konklúzió azt tudom elmondani, hogy ehhez egy nagyon jó alaplap is kell. Nekem B350F Gaming alaplapom van, nem olcsó deszka, de egy sima Ezrokkal, meg valami tényleg ilyen nagyon budget alaplapokkal nem fogsz tudni jó tuning eredményeket elérni, hiszen ez kell egy nagyon jó háttér. Tetszett, iratkozz fel, és persze a like sem maradhat el. Én Klopper voltam, szevasztok! La, 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 la.